megnyitottuk az éttermünket! Hello, my friendek! Hogy vagyunk? Hát ennél izgibb videót nagyon ritkán vettem fel, vagy lehet, hogy még soha. Úgy látszik, ezek a nagy bejelentések mindig ebbe a fotelbe történnek. Nagyon durva, megnyitottuk az éttermünket. Ebben a videóban már fixen tudtam, hogy hol van, és hogy meg fog nyílni. És ezért is mondtam nektek azt, hogy nagyon sok, nagyon izgalmas dolog fog jönni, de hogy még nem beszélhetek róla, szóval ez itt már fix volt. De valójában már az év kezdeténél egyébként szó volt arról, hogy mi lenne, hogyha találnánk egy olyan üzlethelyiséget, ami jó lenne, akkor amúgy nekünk tetszene az ötlet. Szóval apa már így célozgatott nekünk, illetve így feltérképezte a terepet, hogy mi hogy állunk ehhez a dologhoz. És én már akkor is azt mondtam neki, hogy én nagyon-nagyon örülnék, és nekem konkrétan hiányzik, hogy éttermünk legyen. A régi Posta utca 4-es szám alatt nyitottuk meg az éttermünket, a Final Table Budapestet, aminek a nevét én egyszerűen amúgy imádom. Nagyon sok név között gondolkodtunk egyébként, de végül ez volt az a név, amire mindannyian úgy tekintettünk, hogy na, ez nagyon jó. Konkrétan az étteremben van egy asztal, ahová egy, hát ilyen kicsi lépcső vezet fel. Úgyhogy a név egyébként arra is utal, hogy az a Final Table, és emellett pedig édesapám 30 éve vendéglátózik, és azt mondta nekünk, hogy ő neki ez lesz az utolsó étterem, amit megnyit. Így a név erre is utal egy kicsit. És egyébként konkrétan maga a helység is annyira gyönyörű, hogy nem tudom nektek elmondani. Egy ilyen narancsárga onyxszal van mindenhol körbevéve az egész étterem, ami nagyon exkluzívan varázsolja. Minden részletében figyeltünk és törekedtünk arra, hogy tökéletes legyen ez a hely, és nyilván ez alól nem kivétel az ételsor, a desszertek, az italok, szóval minden, ami körülvesz téged, hogyha te oda belépsz, attól azt érzed, hogy hú, hello. A család nevünkből kiindulva, illetve hát az eddigi sok-sok éves tapasztalat alapján, apa mindenképpen magyaros konyhát szeretett volna vinni, és emiatt az ételek és az italok is magyaros hangulatban vannak. Konkrétan nem csak előttetek, de a barátaim előtt is titkolózni kellett. Pontosabban igazából csak az Andris és az Attila előtt, ugyanis a Claudia csinálja az összes social médiánkat. És emiatt ugye nyilvánvalóan a Marian is tudott róla. Claud körülbelül nyár környékén szerveztük bele ebbe a kis titkolózásba. És hát azóta is ő csinálja az Instagramot, a TikTokot, a Facebookot, minden olyan felületet, amit szükséges ilyenkor csinálni. És hát nem azért, de szerintem királyság. A fiúk előtt nem volt annyira nehéz titkolni ezt a dolgot, kivéve Andris előtt, akivel sajnálatos módon apa véletlenül összetalálkozott az étterem előtt. Még mikor felújítási munkák voltak, viszont egyébként utána egyből felhívott engem apa, és elmondta, hogy hát az az igazság, hogy én összefutottam az Andrissal, de szerintem nem vágott le semmit. Úgyhogy most meg is mutatom nektek azt a részletet, ahol Andrist elhívtuk az étterem környékére, és aztán oda sétáltunk vele az étteremhez, és lelepleztük, hogy igen. Nagyon izgulok. Hello! Hello! Jaj! Bocsi, engem amúgy nem hívtak, én nem vagyok itt. Ez az. Jó, mi történik? Jöttök már, nekem ide kell jönnöm. De most mi történik? Van egy dolog, amit nagyon régóta titokban tartunk. Már több régóta történik. Ó, azt hiszem, hogy sejtem. Sejtem, igen. Andris, meg fog nyílni az új éttermünk. De amúgy biztos voltam benne, mert amikor apukáddal találkoztam, akkor olyan volt, hogy így, ugye itt volt, és akkor így azt mondja, hogy barátaimmal beszélgetek. Mert itt... Ez az! Igen, gondoltam, úristen, azt a... Igen. Ez nagyon durva. Ugye? Nagyon izgi. Hát ez nagyon durva. Ez az úrva. Szia, Andi! Szia! Gratulálok! Köszönjük! Nézd meg az étlapot! Ez elég komoly. Apukád múltkor azt mondja, hogy mikor itt álltam, hogy itt nyílik egy étterem.
Mondom, hogy oké. Okay. Nekem még olyat is mondott, hogy sokszor fogsz ide járni, ha jó a kaja, mi? Igen, tényleg mondtam, olyan furcsa volt így az egész, hogy így nem mond semmit, hogy miért van itt, de közben mondja, hogy barátaimmal beszélgetek, mint hogy ledobták volna az égből. Akkor végigkóstolni most. Nem, szerintem az most még nem lehet. Még nem. Nézd csak a konyha állapotát, hogy nem nagyon úgy néz ki, mintha egy kész lenne? Hát nem összedobnak egy kacsatállat egy részére. Ideg magyaros vegyes ízeítő, az nagyon ambisos. És ezeket te fogod csinálni? Nem, arra gondoltam, hogy kérem Józsit. Ja, a Józsi. Az, na, tehát a Józsi dobos torta poár. Igen, még azon gondolkodtunk Lauval kettesben, hogy Erikát a pénzügyről megkérdezik, hogy tud-e sütni. Igen, mert Erika néha beugorhatna egyébként. Persze, meg Erika kecskeméti barátkozink brüléje, az beletetlen. Én imádtam ezt az egész napot egyébként, itt egész nap bent voltunk az étteremben. Aki esetleg nem követ engem Instán, és ebből a videóból értesül arról, hogy nyitva van az étterem, annak mondanám, hogy Instagramon ez már elég régóta el van mondva, és ott meg is kértelek titeket, hogy tegyetek fel olyan kérdéseket, amire kíváncsiak vagytok az étteremmel kapcsolatban, bármi olyan kérdés, amit nem értetek, vagy bármit. És most ezekre akarok egy kicsit válaszolni. Mindig ott szoktál lenni? Na hát igen, szóval a nyitvatartással kapcsolatban. Úgy vagyunk nyitva, hogy csütörtök, péntek, szombat, és páratlan vasárnapokon. És én minden egyes nap, amikor nyitva vagyunk, ott vagyok, szervisz kezdetétől a legvégéig, szóval velem fixen találkozol, vagy látni fogsz, hogyha esetleg eljössz hozzánk. Ugyanis én vagyok a cukrász, és hogyha bármilyen süteményt rendelnek, ott vagyok. Ja, és igen, mindegyik desszertet én csinálom, nagyon nagy szeretettel, és amúgy egy kicsit erről is beszélnék, hogy amúgy annyira durva visszatérni a szakmámhoz, hogy hihetetlen. Egyébként megmondom őszintén, az elejénben is voltam kicsit hogy vajon menni fog-e nekem, nem leszek-e nagyon ki, van-e elég ötletem ahhoz, hogy visszatérjek, jól fognak-e sikerülni a dolgok, nem estem ki a gyakorlatból annyira, hogy azt se tudom, hol vagyok, és stb. De el kell mondanom nektek, hogy én annyira élvezem ezt az egészet, az egész atmoszféráját imádom a helynek, imádom, hogy pörgünk, hogy csináljuk, hogy azonnali visszajelzést kapok a vendégektől arról, hogy ízlett nekik a desszert, tetszett nekik minden. Ki szoktam járni egyébként a vendégekhez beszélgetni és megkérdezni, hogy mindent rendben találtak-e, mert szerintem nagyon szeretik, mert sokkal közelebbinek érzik így magukat. És ezért én is ki szoktam menni és meg szoktam kérdezni, hogy minden rendben volt-e. Konkrétan eddig még egyszer sem mondták nekem azt, hogy nem, valami nem volt oké. És ez annyira jó érzés, meg olyan dolgok történtek velem így az elmúlt egy hónapban, hogy ilyen szerintem az elmúlt egy évben nem történt velem ennyi impulzus. Végül is a kérdésre válaszolva, igen, én mindig ott vagyok, és nagyon élvezem. Előre kell foglalni, hogy helyben is lehet. Szerencsére nem tudom azt mondani, hogy biztosan lesz hely. Úgyhogy, hogyha szeretnétek jönni, akkor mindenki foglaljatok, mert akkor biztos a helyetek. Hogyha nem, és konkrétan az a cél, hogy nálunk egyetek, de nem lesz hely, akkor pedig szomorúak lesztek, meg mi is szomorúak leszünk. Úgyhogy léci foglaljatok előre, hogyha jönnétek. Persze elmondtam már a videó elején, de azért elmondom most is, mert sok olyan kérdés van, hogy hol van az étterem, és a régi Posta utca 4-ben van. Konkrétan a Váci utca, a Vásárlós utca, hát én így hívom, arról nyílik a régi Posta utca, és ott vagyok. Mindig lehet majd kapni a sajt alakú sajtortát, mert nagyon megtetszett. Jó, szóval az van, hogy kicsit a koncepcióról akkor beszéljünk egy pár szót. Mikor leültünk megbeszélni az étlapot, akkor az volt szem előtt, hogy egy kisebb étlapot készítsünk. Velünk nagyon sokszor előfordult, hogy nagyon megszerettünk mondjuk egy éttermet, viszont nagyon ritkán volt étlapcsere, és emiatt egy-két alkalom után megunja az ember az étlapot, és már nem tud róla újat választani, hanem csak ugyanazt. És mi ezt nagyon-nagyon utáltuk, úgyhogy azt az ötletet dobtuk be, hogy mi lenne akkor, hogyha egy kisebb étlapot készítenénk, amin ugyan kevesebb tétel van, viszont azok állandóak, de két hetente lennének heti ajánlataink, amiken mindenki azt csinál, amit akar. És ezt úgy értem, hogy apáik, Betty egy koktéllal, és én pedig egy desszerttel,
előállhatunk két hetente bármivel, amivel szeretnénk, amihez jó alapanyagot tudtunk szerezni, amihez van kedvünk, amit kigondoltunk, bármi. És azt kitesszük egy heti ajánlatba, hogy azok a vendégek, akik visszajárnak hozzánk, ne unják meg az étlapot egy-két ott lét után. Nem tudom, hogy nektek tetszik ez a koncepció, szerintem amúgy ez nagyon jó, mert így bármikor tud bárki választani, még az is, aki már 6-szor volt nálunk, még az is tudna új dolgot enni. Úgyhogy szerintem alapból ez a koncepció amúgy nagyon izgivé teszi az éttermünket, ugyanis sose tudhatod, hogy mi lesz, hogyha ma bejössz. Ez a kérdés konkrétan az első heti ajánlathoz érkezett, ugyanis az első heti ajánlatos desszertünk az egy sajttorta volt, amit már nagyon rég kitaláltam, hogy így szeretném, ezt szeretném, stb. Mindenkinek nagyon bejött, hogy sajt alakja van. És amúgy pont azért, mert hogy ennyire keresett volt ezen a két héten, egyébként gondolkodtam rajta, hogy áttegyem-e állandóba, viszont ahhoz nagyon sok elemes, nagyon macerás, úgyhogy végül is úgy döntöttem, és majd apával is megbeszélem, hogy néha visszahozzuk majd így időről időre a sajttorta desszertet, hogy nyilván aki nagyon szeretné megkóstolni, az nem maradjon le róla, de állandóra sajnos nem tudom felvenni, mert annyira macerás a vele való alapanyagoknak a beszerzése, meg minden, hogy állandóra nem venném fel. Vannak esetleg mentes ételek? Vannak vegetáriánus fogásaink, illetve laktózmentesen tudunk készíteni nektek dolgokat. Az étlapon ugyan nincsenek fent, de meg tudjuk nektek oldani. Csak arra kérünk titeket, hogyha ilyesmi kéréseitek lesznek vagy vannak, akkor azt már a foglalásnál jelezzétek, mert akkor tudunk úgy készülni, hogy minden lesz nektek. Nem biztos, hogy ez ide tartozik, de most ritkábban lesznek a videók a csatornádon? Hát, az igazság az, hogy ez valójában ide tartozik, ugyanis akarva-akaratlanul szerintem kevesebb videó lesz a csatornán, és bár én úgy mentem bele ebbe az egészbe, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy ugyanannyi videó legyen, mint amennyi volt, és már az utóbbi hónapokban is ezért volt egy kicsit ritkábban, mert már készültünk ezzel a nyitásra. Azt mondanám egyébként ezzel kapcsolatban, hogy szerintem az fix, hogy 2 videó lesz egy hónapban. Úgyhogy ez az, amit mindenképpen meg tudok ígérni. Aztán majd meglátjuk, hogy több összejön-e, vagy tényleg csak ez a 2 marad. Nagyon gusta falatokat csinálsz, köszönöm szépen, ez a terv. Leteszem nektek az étteremnek az összes elérhetőségét ide a leírásba. Nyilván a videó közben vágtam be nektek képeket, de a linkeken keresztül meg tudjátok nézni az étlapunkat, illetve megtaláltok mindent, hogyha foglalni szeretnétek, vagy csak unblock meg szeretnétek nézni a mi kis oldalainkat. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és remélem, hogy találkozunk az étteremben. Én nagyon-nagyon izgatott vagyok, minden este előtt elkezdődik. Mindig azon gondolkodom, hogy úristen, ma mi lesz? Ma kik jönnek? Hányan jönnek? Milyen desszertet fognak enni? És így teljesen be vagyok zsongva egyébként, szóval nagyon furcsa ebbe az érzésbe újra visszaesni. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy ti is annyira örültök nekünk, mint amennyire mi magunknak, és köszönöm, hogy velem tartottatok, a következő videóban találkozunk. Puszi!